Hellasztok, szervusztok! Valamelyikötök érdeklődött a dohányzásnak így a lelki meg a hátsó okairól, és ezt a prezentációt, ezt a videót, ezt arról készítem, hogy mi okozza igazán ezt a dohányzási kényszert, és hogy hogyan lehet elkezdeni lebontani a dolgokat. Tudjátok, bármikor van bármiféle olyan dolog, amit meg szeretnénk szüntetni, először mindig meg kell érteni, hogy mi okozta azt az úgynevezett habitust, vagy az úgynevezett momentumot, és mindennek komoly összetétele van, tehát tudod, ahogy a Matrix rendszerben mondták, hogy 5 egyszerű lépés, és minden megjavul, ez nem így működik, és ebben a rövid videóban elmagyarázom így a hátteret, és egy-két ötletet, hogy hogyan lehet beindítani a gyógyulást. Ugye az embereknek az egyik legnagyobb problémája az volt, ez a világ minden tájkára érvényes, talán egy-két ilyen benszülött, vagy ilyen természethez nagyon közel élő emberekre ez annyira nem igaz. A legnagyobb problémánk az volt, hogy a spiritualitástól, el voltunk idegenítve. Ugye mi egy emberek, tehát az emberi test, az emberi lény, az egy spirituális lény, egy emberi tapasztalatban, vagy egy emberi mi voltban, egy testben éli meg a spirituális transformációt, meg az életet. Viszont ahhoz, hogy az embereknek tényleg megjavulhasson a szitúja meg, hogy ki tudja magát takarítani, ki tudja takarítani az elmét, csak a komoly spiritualitás, a spirituális a törvények ismeretével lehet. És azt csinálták így ezek a vezetők, akik nem a javunkat akarták, így a sötét erők, hogy minden, ami fontos volt számunkra, ahhoz hozzátettek egy olyan negatív asszociációt, hogy mi azt mondjuk erre, hogy hú, ez nem én vagyok. Tehát a spiritualitást, és azt mondjuk, ez hülyeség, ez csak a, tudod, a tetovált seggőeknek van ez, mert így ekkora baromság, akkora baromság, és mikor ezt a hirdelmet mi elfogadjuk, az elme abban a pillanatban, amikor ellene akarunk menni, akkor negatív érzelmet kelt, tehát fájdalmat okoz bennünk. Ó, hát tényleg, hát a spiritualitás, ó. És ugye a másik gond meg az van, hogy legtöbb ember nem ismeri a teljes receptet, tehát ő elkezdi ezt a spirituális, nem tudom kimondani miért, a spirituális változtatást, de viszont a recept nélkül, hogy ennek a system, a rendszer nélkül, mit tudom én, csak az 5%-át teszik meg az útnak, és igazándiból az 5% az pont elég arra, hogy fals üzeneteket osszanak meg. És ez fog most megváltozni, hogy az elkövetkezendő időszakban ennek a régi Matrixnak vége van. Ugyan egy hatalmas sok, az embereknek végül is elmondják, hogy mi volt eddig. És az új útra térés arról fog szólni, hogy meg kell tanulni az embereknek az, hogy a spiritualitás, majdnem, spiritualitás és az elme, a belső elmének így a kombinációjával tudunk csak igazán egy jó életet teremteni. És ezt miért mondtam? Ezt azért mondtam, mert mivel mindnyáján spirituális lények vagyunk, ezt a részét az életünknek viszont nem alkalmaztuk, nem gyakoroltuk, és mindegyikünkben van egy vágy, van egy ilyen beteljesülési, vagy teljes megteljesülési vágy, ez egy spirituális vágy, és erről előbb-utóbb lemondtunk, mert ugye a mókuskerék kell, akkor az a hülye diploma, akkor munkába kell rohanni, akkor ott vannak a gyerekek, akkor ott van a férj, a feleség, tudod, stb. Stb. És előbb-utóbb minden a mókuskerékről fog szólni, és lemondunk erről az úgynevezett ilyen, amit angolul úgy hívják, hogy quest. Ez a, mikor felkelünk, útra kelünk, és elkezdjük keresni a magunk útját, elkezdjük keresni az igazságot, erről lemondunk. És bármikor erről lemondunk, akkor az történik, hogy az ego először ezt úgy jóvá írja. Azt mondja, hogy jól csináltad, ez erről szól, gyere, tudod, itt van egy csillogóbb, egy fényesebb mókuskerék, ebbe ugorj bele, és tapost, csináld kicsiként, nagyon ügyes vagy. És ugye ennek bedőlünk, viszont mivel nem teljesítjük be a lelkünknek azt az ígéretét, amikor azt mondtuk, hogy igenis, megkeresem én magam,
megkeresem az igazságot, amit igazán az elme tüzetes átvizsgálásával lehet csak megtalálni. Mivel lemondtunk erről, előbb-utóbb elkezdünk negatív tapasztalatokkal, vagy tapasztalatokat érezni, vagy rendelkezni, és előbb-utóbb fájdalommal is jön az, hogy lemondtunk arról a nagyon fontos dologról, ami számunkra, vagy amit kerestünk. És minden szenvedélybetegség arról szól, hogy ezt a felfedező utunkat, ezt valahol abba hagytuk, ezt valahol ebbe megálltunk, és akkor ott vannak az okok, hogy ezért, azért, meg amazért hagytuk abba. Ahogy mondtam, hogy gyerek, család, elfoglaltság, pénz. És ez tényleg nagyon megnehezítette az életünket, mert ugye kell a megélhetés, kell a pénz, kell a sok minden, és mire az ember már holt fáradtan hazaért, utána már nem igazán volt ez a nagyon fontos spirituális, vagy a mentális tisztulás az előtérbe helyezve. És a dohányzás ugye az egy nagyon érdekes dolog, mert valamilyen szinten egy káros, egy önpusztító, akár egy veszélyes dolog is, viszont megvan a maga pszichológiája, és akkor, amikor azt ismerjük, utána meg alkalmazni tudunk úgynevezett változási technikákat. Bármikor van egy élet, egy valós élet, egy reális élet probléma, ugye ismerni kell, hogy mi okozta azt, mi vezetett oda, mik voltak azok a konfliktusok, vagy azok a döntések, és utána, amikor megvan, akkor meg kell alkalmazni bizonyos ilyen változtatási technikákat, amik meg végérvényesen megváltoztatják azt a programot, amilyen autópilotán fut. A dohányzás az igazán három ilyen rövidzáras áramkörnek a kompenzációja. Az egyik az, hogy próbálunk szabadságra vágyni. Tehát ugye a tüdő, a dohányzás az mindig egy ilyen elfojtott szabadságvágynak a sikertelenségét jelzi. A másik meg ugye a kommunikáció, és akkor a harmadik meg, a kontaktus, tehát az emberekkel való kapcsolatnak a minősége. A szabadság érzés és annak az elfojtottsága az azért trükkös, mert amikor az ember nem ismeri a mély elmének így a rétegeződéseit, meg a titkait, addig eléggé a viselkedésekre és a felszínre fog fókuszálni. Hát igen, a dohányzás az pótcselekvés, milyen jó, mikor megfogom a cigit, akkor a társaságban vagyok, akkor együtt jókat röhögünk, tudod, összegyűl a banda, és így tovább, de itt is, ahogy mondtam, például amikor a banda összegyűl, és mi kint cigizünk, még akkor is, hogyha mínusz 10 fok van, akkor is ott van az a kontaktus, ami valahol belül egy ilyen sérült spirituális energia bennünk. Tehát az emberekhez való viszonyunk, az emberekhez való közelségünk az van megsérülve. A szabadságról nagyon érdekes dolgokat tanultam így az évek alatt. Ugye a legfőbb, legmagasabb és a legfontosabb dolog, amire valahol vágyunk, az a szabadság. És ez sok mindent jelent. És mivel nagyon sok mindent jelent, nem lehet, próbáljuk magunknak gyorsan levonni a konzekvenciát, hogy mit, miért csinálunk, de igazándiból sosem lehetünk szabadok addig, amíg nagyon tüzetesen át nem vizsgáljuk az elmét. Az elméből ki kell venni azokat a konfliktusokat, ami a szabadság ellen szól, és be kell tenni olyan, vagy el kell fogadhatni olyan gondolatokat és olyan energiákat, ami a szabadság mellett szól. A kezdetében nagyon sok minden szól a szabadságunk ellen. Réges-régen hordozunk, vagy réges-régről hordozunk egy olyan energiát, hogy mi rabszolgák vagyunk. A rabszolga az minden, csak nem szabad. És ez a rabszolga mentalitás, ami bennünk van tudat alatt, ez szépen manifestálódik, és szépen teremti az életkörülményeket, még akkor is, hogyha egy ideig tudjuk ezt úgy fight. Ne haragudjatok, egy pillanat, mindjárt jön, hogy próbálunk ellenkezni, vagy ellenállni, és tudod, fölül legyőzni ezt az ellenállást. És mivel ott van benne ez a rabszolga mentalitás, ez a mindset, emiatt nem tudunk igazán szabadok lenni addig, amíg ki nem vesszük az ellenkező álláspontokat az elméből. Tehát ott a rabszolga álláspont, akkor ott van egy csomó olyan ego által promotált, vagy úgy előtérbe helyezett funkció, meg viselkedési mód, ami
A szabadság érzetet kelti bennünk, de az egy töredezet, hogy az egy befejezetlen, nem egy teljes kép. Például, amikor az ember azt mondja, hogy tudod, visszaszól, meg beszól, meg tudod, okoskodik, akkor az is egy ego program, és az valamilyen szinten egy szabadság érzetet ad, viszont a hosszú távon az pontosan ugyanazt fogja elvenni tőlük. Amikor az ember fegyelmezetlenséget tanúsít hosszú távon valamivel szemben, azt az ego azt direkt csinálja velünk, tehát ez behajoltatja velünk, és azt mondja, hogy hát figyelj, szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, tudod, gyújts rá, tudod, mondd ki a magadét. És ilyen dolgokkal tömi a fejünket, és egy pár év után, egy pár évtized után már nem tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. És amikor valaki ugye dohányzik, és ahogy a kérdés, ami jött, hogy tudod, egy napi doboz cigi már nem elég, azt kell csinálni, hogy tudni kell azt, hogy szabadságra vágyunk, emberi kapcsolatokra vágyunk, és kommunikációra vágyunk, és mi ebben a háromban, ami nem működik. Mi az, ami nem működik, és honnan ered az a... Hol füstölt el az áramkör. És akkor ilyenkor az ember visszamegy a múltba, megnézi azokat a ilyen traumatikus eseményeket, hogy hát itt, mikor ugye anyám azt mondta, hogy tudod, nem lehetek zsiráfa farsangon, hanem teknős béka kell, hogy legyek, hú, akkor nagyon nem éreztem magam szabadon. És akkor meg kell gyógyítani ezeket a ilyen történeteket. Minden ilyen tudatalatti meg a tudattalan eseményeknek van három fő konfliktus komponense, az egyik az a hiedelem, mi az, amit hiszünk, általában ezek rosszak, mit hiszünk magunkról, mit hittünk másokról, mit hittünk a világról, mit hittünk így meg mit hiszünk a történtekről. A másik, a következő pedig az egy konfliktus. Van egy kicsit, ezt is akarom, azt is akarom, de nem tudok döntést hozni, tovább menjek, nem menjek. Ez egy hiedelemrendszernek egy ilyen töredezése, plusz az értékrendszerünknek egy töredezése is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk számunkra fontos az, hogy szabadok legyünk. Igen, tehát ez fontos, de, és amikor, amit mi oda teszünk a de után, az az ellenpólus, az az ellenkezője annak, amit akarunk itt ebben az esetben a szabadságnak. Tehát szabad akarok lenni, de... És utána tudod, leírjuk, vagy kiírjuk azt magunkból, hogy mi ez, ami ellenkező, vagy ellenkezik ezzel. Oké, tehát ez a másik. És a harmadik, ami a gyógyulás, az nagyon fontos, az pedig az árnyoldalaink átvizsgálása és integrálása. Az árnyoldala, az egy nagyon érdekes, egy nagyon összetett valami, majd csinálok egy egyszerűbb videót valamikor hamar erről, hogy igazándiból azok, ami... ki nem mondott, elnyomott, vagy egy ilyen integrálatlan, sokszor agresszív a belső tulajdonságaink. Tehát amikor azt mondom, hogy például itt a cigarettával, hogy mondjuk azt, hogy a kommunikáció, vagy a szabadság kommunikáció, és akkor ott van a kontaktus. Tehát valaki kontaktusra vágyik, akkor ugye meg kell vizsgálni, hogy hol tört meg ez a vonal, sokszor gyerekkorban, csecsemőkorban, mikor, nehogy Isten, úgy sikerül az élet, hogy a csecsemőt nem érinti meg az anya, vagy valami úgy vettünk, vagy úgy rögzítettünk az elménkben, hogy minket nem érintettek, a kontaktus meg volt szakítva, akkor ezt az érzelmet, ezt a hiedelmet, ezt ugye visszük tovább, és ezáltal fogunk döntéseket hozni, érezni és cselekedni. Tehát, hogyha valakinek ilyen gondja van, akkor én azt csinálnám vele, gyorsan pillanat. Igen, a kontaktus, hogy... Ja, igen, árnyoldalról beszélek, elnézést, és hogy gyorsan visszamegyek oda. Tehát mi az árnyoldal, az mindig egy olyan elutasított részünk, ami sérült, meg van sebezve, de még nincs meggyógyulva. Tehát például ez esetben mondjuk azt, hogy a csecsemőt nem, vagy nem volt ott az az igazi anyai szeretet, az érintés, a testhez ölelés, akkor az a gyermek, van egy olyan árnyoldala, hogy a szeretetlen gyermek. Az árnyoldal, akkor több árnyoldal van mindig, akkor ott van az, hogy az érintetlen gyermek. Meg. És ezeket igazán mi tudjuk csak magunknak kifejezni, hogy milyen karakterek voltunk, mik azok a karakterek, akiknek
gyógyulásra van szüksége. És sokszor ott van, hogy akkor a szeretetlen gyermek, az érintetlen gyermek, a dühös kisgyerek, ezek mind árnyoldalak, és ezek mind szépen úgy el van valahogy ugye a tudatalattiba úgy tolva, le van tolva, tudod, összeszedtük magunkat, fölkerekedtünk, és akkor azt mondtuk, hogy hát, ez volt, ne éljünk a múltban, akkor tudod, lépjünk tovább. És mi mindig, mikor gyógyulatlanul lépünk tovább, akkor egy kompenzációt csinálunk, és igazándiból él a nem kívánatos történet tovább, de teremtünk egy új karaktert, aki most már nem teljes, mert ott viszi a múltból ezeket a sérült részeket. Jó? Tehát ez a három van. A hiedelem, mit hiszünk magunkról, a világról, másokról, mik a konfliktusunk bennünk, amik nem teszik az előrehaladást lehetővé, és akkor mik az árnya oldal karakterek, vagy ezek a szabkarakterek. Jó? Tehát, mi a szabadság, ugyanez? Úgy érezted-e valaha úgy, hogy rabszolga vagy? Persze, mindenki, right? Az el kell, az integrálni kell azt a történetet, mert anélkül nem tudunk a szabadságnak a közelébe se kerülni. Utána jön a következő, hogy mi az, amiben te úgy érezted, hogy a szabadságodat fejezted ki, lehet, hogy ilyen tantrumok, lehet, hogy ilyen hisztik, stb., de végül is valahol soha nem kaptad meg azt, amire vágytál, mert ugye az ego az mindig ilyen részleges recepteket, vagy ilyen ajánlatokat tesz. Tehát nem a végső. A végső recept, vagy a végső igazán gyógyulás az, hogy átmegyünk az elmén, az összes rétegén, és kitakarítjuk. Erről majd, hogy említettem, fogok csinálni egy videót, hogy mik ezek a rétegek, mert ha egyszer megértjük, akkor már látjuk, hogy mekkora a hülyeségnek kamoz az egész világ, és hogy mennyi baromságot beetettek velünk, és hogy amikor el tudjuk engedni, vagy hagyni, hogy létezzen ez a sok hülyeség, tehát nem kell, tudod, abba rágódni tovább, és akkor elkezdjük keresni igazán a magunkban a belső válaszokat és az utat, akkor hatalmas változásokra, pozitív változásokra tudunk szert tenni. Még volt egy nagyon érdekes, egy durva, de sajnos ezt is bekajoltuk, egy olyan így a üzenet, amit így a control system, ugye a kormányok meg ezek úgy betettek velünk, hogy annyit kell csinálnunk csak, hogy leülünk a tölgyfa alá, és tudod, meditálunk, és minden válasz megjön. Hát ekkora baromságot, ekkora hülyeséget életemre nem hallottam, nem jön meg. Ezt nagyon komolyan, precízen meg kell tanulni. És most az elkövetkezendő időkben, ahogy ér véget ez a Matrix rendszer, és jön ez az új föld rendszer, egy-két hónapon belül nagyon komoly tapasztalható változások lesznek, és jövő év közepére már talán ott is vagyunk. Ezt mint hallottam, az időzítések azok mindig kicsit pontatlanok, mert függ egy olyan pár dologtól, ami tudod, magasabb, hogy mondjam, ilyen tudatossági lények irányítanak. De amikor ezt mi átmentünk ezen a fázison, utána az lesz a legfőbb, így a fókusza, vagy így a dolga az embereknek, hogy nem kell gürizni, nem kell csinálni ezt a sok, tudod, kapkodás, meg pénzhajtás, mindenkinek lesz pénze, viszont nagyon komolyan a spiritualitás útjára kell, hogy térjünk, és meg kell tanulni az elmének így a nagyon-nagyon összetett funkcióját. Miért? Azért, mert mi mondtam abban a videóban, és hogy hogyan működik az elménk teremti a külvilágot. Minden jót, rosszat és a csúnyát, minden belülünk ered, a meg nem oldott csúnya gondolatok, azok mások aktiválják a kvantummezőt, és elkezdenek csúnya emberek, meg csúnya viselkedési formák létezni, vagy keletkezni körülöttünk. Ez igaz a jóra, igaz a csúnya, meg a gonosz a részeinkre is. És nem tetjük meg most már azt, hogy így felelőtlenül, meg tudatlanul csak tudod, csapkodunk, meg hisztizünk, és termeljük ezt a világot magunkon kívül, és nézzük, tudom, mint a moziban, hogy ez most honnan jön. Hát ez belőlünk jön az elméből. Jó? Tehát akkor ugye a cigaretta, amit mondtam, vissza kell menni a szabadság érzésnek így a törésvonalához, hol döntöttünk úgy, hogy már nem voltunk szabadok, vissza kell menni ahhoz, amikor abba hagytuk így az életcél, meg így a spirituális keresésünket, ezt a felfedező utat, hol hagytuk abba és miért. A miértek is nagyon fontosak, mert amikor nem tudjuk azt, hogy mit miért csinálunk, addig csináljuk ugyanazt a dolgot tovább, csak tudattalanul. Jó?
És amikor tudod, hogy miért csináltad, utána már látod akkor a logikai összefüggéseket, értem, ezt azért csináltam, mert én azt hittem, hogy anyu, ezt meg azért csinál, vagy ez meg azért történt, mert a gondolatom az volt, hogy tudod, és akkor összerakjuk ezeket a logikai a ilyen dolgokat, vagy a képet, és ez adja meg nekünk a gyógyulást. A gyógyulás az úgy fog megmutatkozni, majd így az új a világban, ez nagyon komolyan az embereknek el lesz magyarázva, hogy jobban vagy, érzelmileg jobban vagy, az emberekhez közel mersz már kerülni, a bizalmatlanságunk, ez a csomó belső feszültség, ez mind elmúlik, és elkezdhetünk olyan dolgokra fókuszálni, amik minket érdekelnek. Így a régi Matrix világban próbálkoztunk, főleg így a kisvállalkozók, tudod, megpróbáltad, néha megy, utána széteség, tudod, ez történt, az történt, túl sok az adó. Tehát igazán a régi rendszer nem arról szólt, hogy te gyere, tudod, teremtsünk sikert, és azt együtt megosztjuk. Nem. Teremts egy kis sikert, ha túl nagy sikert teremtesz, akkor már beiktatták azt a hiedelmet, hogy akkor több adót fizetsz, akkor nem akarok túl nagyra nőni, és így behűítettük magunkat ilyen mentális programokkal, mert nem akartunk túl sokat fizetni, mert úgy éreztük, tudat alatt, hogy az büntetés, hogyha mi túl sikeresek vagyunk, és emiatt lemondtunk egy csomó olyan dologról, ami a lelkünket igazán érdekli. Jó? Erről is majd csinálok másik videót, ezek az önbüntetések, rengeteg van, több ezer ilyen van, és ezek a ciklusokból hogyan és miért fontos nagyon kiszállni, mert különben folytatjuk ebben a ilyen végtelenített körben leszünk, és csak csináljuk ugyanazt. Jó? Gyerekek, tehát akkor vissza kell menni még ez a szabadság, hol lett, mi az, amiben konfliktus van a kommunikációban, mi az, amit szeretnénk kimondani, de nem tudunk, mi a bajunk az igazsággal, ez is egy nagyon fontos tudatalatti struktúra, miért nem tudjuk, mi szól a az igazság ellen. Először az ego azt mondja, hogy semmi, hát te nagyon mindig igazat mondtál, persze, hagyjuk már, jó? És el kell, ezt nagyon precízen le kell bontani, hogy mit jelent az neked, ha valaki nem mond igazat? Hát, hogy hazudott, és te hazudtál-e régebben? Ó, igen, hányszor? 300-szor, oké? És ezeket a sztorikat kell megoldani ahhoz, ahogy tudjunk igazán nyíltan kommunikálni. Jó, gyerekek, ennyi, és akkor majd csinálom a következőt, és ja, még egy valamit, ami nagyon fontos, hogy az elmének ugye akkor ott van így három fő része, az egyik az az akaraterő, ami nagyon-nagyon fontos. Ezzel állandóan kapcsolatba kell, hogy legyünk, és mindig tolni magunkat a következő lépés felé. És csak akkor tudunk igazán a jó lépés felé menni, amikor elkezdtük már takarítani ezeket a régi olyan programokat, amik ilyen elefánt nagyságúak, és nagyon-nagyon a makacsnak tűnnek. Tehát kell az akaraterő, akkor alatta van a tudat alatti, ezt angolul úgy hívják, hogy subconscious, és alatta meg ott van a tudattalan a régió, vagy ez a dolog, ez a mező úgy hívják, hogy unconscious, angolul, jó? Az unconsciousben, vagy ebben a tudattalan részben itt van szinte minden ilyen űrült a program, ami miatt az emberek betegek, ami miatt az élet szétesik előbb-utóbb, ami miatt, tudod, nem megy hosszú távon a dolog. Amikor ezt a mezőt kitakarítjuk, a tudat alatti, ami fölötte van azzal, utána elérünk egy olyan pontot, hogy az univerzális törvényekkel együtt tudunk működni. Mint mondtam, ugye meg vagyunk szakítva, vagy meg voltunk szakítva a spiritualitástól, ez most szépen kijött, ennek örülök, és ugyanakkor az univerzális törvények ellen, tehát az egyetemi törvények ellen mentünk, mivel nem tudtuk ezeket a törvényeket, és a belső ellentétes programozásunk meg arról szólt, hogy hát a spiritualitás az hülyeség. Ekkora baromság, mekkora, mert minden, ez hülye, az hülye, mindenki hülye, és igazándiból elfogadtunk egy olyan világot, hogy aki az igazat mondta, azt lehülyézték, aki kimerte mondani az igazat, az meg hát egy kicsit ciki volt, tudod, ezzel ne lógjunk, ez egy kicsit veszélyes, tudod, ebből baj lesz. És akkor tudod, de magyar a közmondás is mondja igazat, és betörik a fejed. Okay? Tehát ez is egy nagyon jó hiedelem, szépen beleverték velünk, hogy ne mondj igazat, és akkor megúszod. És akkor ebből lett ez a hatalmas káosz, amit ma kint látunk. Ezeket szépen tüzetesen lépésről lépésre átvizsgáljuk, akkor ki tudunk bontakozni, elmúlik ez a csomó ilyen magunkkal szembeszálló ilyen ellenségeskedés,
és sokkal barátságosabbnak és funkcionálisabbnak fogjuk látni a világot, a külvilágot. Jó van. Köszönöm szépen, ennyi volt, további szép napot, szervusztok!